minden elindul, már hangunk is van. Tehát 31. Budapest Bocsó ismét jelentkezik a Samsung stúdió, és ahogy azt fél órával ezelőtt már beharangoztam, most határok nélkül első felvonás nemzetközi ifjúsági sikereink a Nagy Porondon, ott, ahol már valóban minden eredménynek, minden dobogós helynek súlya van. Rengetegen vagyunk itt a stúdióban ebben a pillanatban. Ez azt jelenti, hogy a magyar vitorlázásnak, a magyar ifjúsági vitorlázásnak van mire büszkének lenni, és akkor nézzük a sort, hogy kik azok, akik meghívást kaptak, kik azok, akik megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Itt van Dénes Gábor, a Kerekes Vitorlás Klub edzője és két tanítványa, Kisszőgyémi Soma és Juhász András Samu. Ők tehát az első három szék, ebből egy hokedli az egy kicsit magasabb, olyan, mint az enyém, de hát mindenki megtalálja a helyét, és mindenkinek megvan a helye, kinek fönt, kinek lent. Lépjünk egyet tovább, és még mindig Kereked Vitorlás Sportegyesület, illetve Vitorlás Klub, mondjuk úgy, Fehér Boróka és Fehér Szonya. Ővelük találkozok a legtöbbet, de ez az én szerencsém, valószínű, hogy mindig arra mozgok a vízparton, ahol ők éppen valami olyan produktumot tesznek le az asztalra, amire érdemes odafigyelni. És itt van velünk egy csodálatos hármas, a PÖF Sportegyesület képviseletében. Mondom a neveket sorba, és kezdjük természetesen az edzővel, Litkei Árpád, Litkei Sámson, és Litkei Sámson legújabb társa, legújabb partnere a hajóban, Balog Levente. Velük fogunk tehát beszélgetni itt a következő fél órában, és ha már nemzetközi sikerekről beszéltünk, akkor nem azt mondom, hogy értékeljük ki ezeket, de hogy néhány gondolatot váltsunk a mélységéről, arról, hogy mi van ezek mögött, a sikerek mögött, az nagyon fontos, és akkor így Dénes Gábort, ugye az első székben helyet foglaló nyilatkozónkat kérném, hogy egy picit világosítsa, vagy világítsa meg nekünk azt, amiből ez a két srác odáig jutott, ahová. Én is üdvözlök mindenkit. Hát a tavalyi év egy nagyon speciális, egyben egy nagyon fantasztikus év volt számunkra. Egyfelől azért, mert az első éve volt a kis csapatunknak, és egyben a kategóriaváltás miatt nekem is az első szezonom volt, mint 29er edző, hiszen előtte optimist edző voltam. A srácokkal közösen váltottunk hajóosztályt, és kiemelt öröm volt az, hogy ez a hosszú éves munka, amit elkezdtünk az Optimizben, ezt tovább tudtuk folytatni együtt, és ugyanezzel a módszerrel felépítve egy sikeres évet zárhattunk, aminek nagyon jó eredményei lettek. Említetted ezt a váltást. Ez egy kényszerű váltás volt? Azt jelenti, hogy ahogy nőnek a srácok, hajóosztályt is kell váltani, vagy maradhattak volna ott, ahol voltak, de úgy gondoltátok, vagy úgy éreztétek, hogy talán itt majd sikeresebbek, vagy nagyobb sikert fognak elérni, mint tették azt korábban? Igen, az Optimistnek van egy évkorlátozása, hogy a 15. életév után váltani kell, kiöregednek, és kétszemélyes hajóosztályt szerettek volna a srácok kipróbálni, és így miután együtt vitorláztak már kisgyerekük óta, így eléggé adta magát a helyzet, nagy barátságok révén, hogy egy hajóban folytassák. Soma és Samu, a mikrofon ott van a srácok kezében, illetve akinek nincs, az már meg is kapja. Kisszőgyém és Soma is egy magas székről, egy nagy mikrofonnal fog majd válaszolni a kérdéseinkre. Azt mondják rólatok a háttérben, a vízparton, hogy valami hihetetlen tehetség az, ami el van bennetek rejtve, és a rejtés az azért néha a felszínre tör, hogyha az eredményeiteket nézem, akkor 2022-ben az Európa Kupa teljes ranglistáját figyelembe véve egy hatodik hely, és a 29R világbajnokságon egy első hely, tehát egy világbajnoki érem az, ami a ti nyakatokban már ott lógott egyszer, és most gondolom ott van a vitrinekben. Mit jelent számotokra ez az év, ez a tovább lépés, amit hozott, azt ti úgy sejtettétek mondjuk tavaly 2022. januárjában, hogy mi jöhet ki ebből, vagy csak bíztatok benne, hogy egyszer majd ti is odaértek? Hát igazából... Juhász András Samu, húzd a mikrofont úgy, ahogy kértük, igen. Mehet. Hát mi az első Európa Kupa futamunk Elba Lisbon volt, és ott volt a világbajnokság is, és mivel viszonylag jól szerepeltünk ahhoz képest, hogy az volt az első nemzetközi versenyünk,
ezért reménykedtünk benne, hogy kiszél lesz, mert még a súlyunk nem igazán volt meg az erőszeles versenyzéshez, de így mivel a szélkondíciók elég kedvezőek voltunk számunkra, ezért egy sikeres versenyt zárhattunk, és nagyon örülünk az eredménynek. Ti az esélyesek feszültségével, vagy az esélytelenek nyugalmával indultatok el ezen a világbajnokságon? Szerintem a esélytelenek nyugalmával indultunk el inkább, mivel ahogy Samu is mondta, hogy eléggé könnyek voltunk hajóosztályhoz képest, ami a megfelelő súly, és így nem volt nagy esélyünk, de gyenge szélben szerintem nagyon jól tudtunk ki teljesíteni, és ez nagyon sokat segített nekünk. Ti nagyon jól illetek össze egy ilyen hajóban, tehát az a páros, amit ti alkottok, az egy ideális páros, vagy csiszolódtok, és aztán eljuttok oda, ahova éppen most egy világbajnoki első helyre? Hát, mivel nagyon kiskorunk óta ismerjük egymást, és jó barátok vagyunk, ezért úgy gondolom, hogy már a kezdetektől elég jól kompenzáljuk egymást a hajóba, viszont még nyilván vannak hátrányok, meg ami még dolgoznunk kell, szóval ezeken próbálunk fejleszteni. A ti barátságotok gondolom valamilyen vitorlástáborból kezdődött, amikor először találkoztatok, már ott volt az a szimbiózis, vagy az a lehetőség, hogy ti azért együtt olyan cimborással megértitek egymást, vagy az elején csak úgy méregette az egyik a másikat, aztán mindenki csinálja maga dolgát abban az optimistben. Nem tudom, hogy alakult a kapcsolatotok, az a személyes összhang, ami mára szárba szökött. Hát Samuval az első táborban találkoztam, és már legelőször megvolt az összhang, és már nagyon jobban lettünk az első táborban, és azóta igazából egész életünkben együtt vitorláztunk, és így már egész végig megvolt az összhang. Azt ti el tudjátok képzelni most ebben a beszélgetésben, vagy ezután a beszélgetés után, hogy a ti karrieretek akár örökre összefonódott, az a vitorlás tudás, ami bennetek most ott van, az mondjuk 10 év múlva, vagy 15 év múlva is komoly nemzetközi eredményekre, akár újabb világbajnoki címekre lehet elég? Hát az idei évben szeretnénk újra megvédeni a U17-es világbajnoki címünket, és a lehető legjobban menni a összesítésben, meg az Európa kupában is szeretnénk sikereket elérni, és szerintem mi is tervezünk nemzetközi sikereket még elérni. Soma, ti ismeritek nagyjából most már az ellenfeleket. Azt is tudjátok, amikor kiutaztok egy versenyre, hogy abban a közegben nagyjából hova tartoztok. Ti úgy érzitek most belül, hogy ti tényleg bármelyik világbajnokságon a világbajnoki címre esélyesként érkeztek, vagy ez egy folyamatos, kemény és valami őrületes teher, aminek meg kell felelni napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra. Szerintem ez nem egy teher, szerintem ez segít is bennünket, hogy tudjuk, hogy mi tudunk teljesíteni, és magabiztosságot is ad. És így igazából szerintem ez inkább segít minket, mint hogy valami teher legyen a vállunkon. Igazából ennyi. Azt mondják, hogy Magyarországról különösen nagy dolog nemzetközi csúcsra jutni, mert hát hiszen nekünk van egy Balatonunk a maga szélviszonyaival, azzal a hullámzással, amit éppen ez a tó tud adni nekünk. Innen nehéz kinőni nagyra valakinek magát, vagy valakiknek magát. Ti ismeritek, ahogy már az előbb is említettem, gondolom a versenytársakat a nemzetközi mezőnyből. Nagyjából felkészülésben ti ugyanazt tudjátok belerakni, amit ők, vagy nehezebb körülmények közül, mondjuk szűkebb háttérrel tudtok eljutni arra a csúcsra, ahol most éppen vagytok? Nagy szerencsénk van, mivel egész télen külföldön edzhettünk, és szerintem hasonló körülmények között tudtunk felkészülni az idei szezonra, mint a többi csapat. Az, ami most következik, ugye 2023. februárjában itt a Budapest Bócson, a 31. Budapest Bócson beszélgetünk. Ilyenkor már látja az ember, hogy nagyjából mi vár rá ebben a szezonban. A ti felkészülésetek éppen most ebben a pillanatban hol tart, mire készültök, mit csináltok mondjuk a következő egy hónapban? A világbajnokságra készülünk, ami a nyáron lesz, és ott egy kicsit erősebb szeles viszonyok lesznek, és így próbálunk minél többet erőszélben edzeni, és így a következő hónapban ott Portugáliában lesz az edzőtáborunk, és ott próbálunk készülni a következő világbajnokságra.
az a fizikum, amivel ti rendelkeztek ebben a pillanatban erős szélbe, nem tudom, abban a mezőnyben, ugye, ahol majd a világbajnokságot futjátok, mire lehet elég? És ez gondolom nagyon fontos, az edző is most kicsit felemelte a fejét, és másképp néz rátok, mint az elmúlt mondjuk 8 percben. Ilyenkor benne van, ugye a felnőtteknél tudjuk, hogy mi az ideális súly. Nálatok nekem fogalmam nincs, látom nagyjából azt a svádát, amivel ti rendelkeztek. Ez úgy rendben van? Hát még a világbajnokságig fel kéne szedni 1-2 kilót, de nagyjából a mostani kondíciókkal szerintem egy top 15-be tudnánk vitorlázni az ottani szélkörülményekkel. Viszont kis szélben már eléggé ott vagyunk a mezőny elejében. Megpróbálok nagyon igazságos lenni, 1 óra múlt 11 perccel, 1 óra 1 perckor kezdtük ezt a beszélgetést. Ez azt jelenti, hogy ha 30 percre terveztük, akkor a következő 10 perc Fehér Borókáé és Fehér Szonyáé, ők szintén a Kereked Vitorlás Klub versenyzői, és nagyszerű eredményekkel ott nyomulnak, ott vannak folyamatosan a topon vagy a top közelében. Ők a 29R világbajnokság harmadik helyét hozták el 2022-ben Magyarországnak, és az Európa Kupa teljes ranglistáján a 33. helyet birtokolják. Két csodálatos versenyző, és ahogy már a bevezetőben említettem, mi elég sokat találkozunk a vízparton, és számomra két nagyon magabiztos lány néz vissza mindig a mikrofon irányába, vagy arra, amerre éppen én állok. Ez a magabiztosság gondolom elengedhetetlen ahhoz, hogy olyan eredményeket érjetek el a női mezőnyben, mint amit most már nyugodtan mondhatjuk, hogy biztosan magatoknak tudtok. Boróka, te hogy gondolod, mennyire fontos az a súly, amivel te lelkileg, fizikailag bele tudsz menni ebbe a sztoriba, ahhoz, hogy eredményeket hozzatok? Azt gondolom, hogy tehát szerintem súlyról nem beszélünk itt, tehát mint lelki súlyról. Azt gondolom, hogy mind a ketten motiváltak vagyunk, és ez már bőven elég, és plusz az a munka, amit beleteszünk, az is szerintem megfelelő. És amit nagyon kiemelnék, hogy szerintem tehát ez alatt az egy év alatt sikerült úgy egymás társaságára találnunk, hogy ami szenzációs, mert ugye nekünk nincs olyan múltunk, mint a Somának és a Samunak. Mi körülbelül 2 éve ismerjük egymást rendesen. Azt mondják rólatok, hogy két nagyon tehetséges lány. A tehetség ugye az egy jó adottság, illetve meg lehet szerezni, de valójában azért ehhez rengeteg szorgalom kell, rengeteg edzés ahhoz, hogy ki is tudjon teljesedni. Mi az, ami mondjuk a ti hétköznapjaitoknak a jellemzője? Most tél van, ugye, hogy az előbb is említettem, februárban beszélgetünk itt. Ilyenkor a vitorlázók jelen esetben ti úgy elvagytok, egy héten egyszer-kétszer összefuttok, van fizikai edzés, vagy kiutaztok külföldre, vagy ez most a nyugalom szigete, amiből majd aztán egyszer csak úgy elindulunk nagy lendülettel. Szonya? Hát Borókával ritkán találkozunk, mert hétközben el vagyunk foglalva a saját magánéletünkkel, mindenki tanul és próbál az iskolában is helytállni, plusz az edzéseken. Mi külön oldjuk meg, mert nem tudunk a távolság miatt egyszer edzeni, de próbálunk fittek maradni. Azt gondolom, hogy felétek már van egy elvárás is. A vitorlázó társadalom azt gondolja, hogy aki ilyen eredményekkel büszkélkedhet, aki erre a szintre már eljutott egyszer az életében, annak valahol már ilyen szinte kötelező, hogy tolom, csinálom, edzem, akár mondjuk egy tornateremben, akár kint a vizen, mert ahhoz, hogy ezt meg tudjátok tartani, vagy tovább tudjátok fényezni, ahhoz erre van szükség. Most mégis azt mondod, hogy egy picit ez most egy ilyen kicsit szellősebb időszak. Boróka? Így van, abszolút szellősebb. A hétköznapokat edzéssel töltjük, és amikor van lehetőségünk, akkor együtt töltjük a szabadidőnket, de ez főleg az edzőtáborok alatt történik meg. Tehát beszélünk arról, hogy havonta mondjuk egy hétig együtt vagyunk, és utána megint van 3 következő hét, ahol külön vagyunk. De abszolút napi szinten tartjuk a kapcsolatot egymással. Arra lennék kíváncsi, és ez az én személyes kíváncsiságom, ugye itt egy páros versenyről beszélünk, két lány ül egy hajóban, és megy a célért, folyamatosan zakatol. Olyan van például, hogy vízi edzés külön? Szonya? Nincsen. Tehát ti mindig együtt, igen. Amikor lementek,
A taktikai érettség, az gondolom az edző kérdése. Az edzőtökről itt most eddig nem esett szó, ő nem ül itt mellettetek. Mit tudhatunk róla? Déni, hát... igazából én a Dénivel, vagy mi a Dénivel körülbelül másfél éve dolgozunk együtt, de már a múlt versenye miatt már dolgoztunk együtt egy pár alkalommal, mondjuk beszélünk két-három versenyről, a 2021-es világbajnokságon is vele voltam együtt, és igazából talán ott ismertem meg a legjobban, és aztán jött ez a lehetőség, hogy tudunk vele együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy ez jó irányba tartunk. Húzzunk be egy kis extra szint. Dénes Gáborhoz fordulok ismét. Van egy nagyon sikeres fiúpáros, és van egy hihetetlen sikeres lánypáros a kezed alatt, melletted dolgoznak. Kivel könnyebb, kivel nehezebb, vagy egyáltalán össze lehet hasonlítani ezt a két munkát? A kérdés nagyon jó. Én úgy gondolom, hogy mind a kettőjükkel a megfelelő hangot kell megtalálni, és mindegyikőjükkel nagyon jól lehet együtt dolgozni. Szerencsés vagyok abban, hogy mindegyikőjüknek láttam az optimisztes múltját, és ez alapján nagyon hamar megismertem, hogy milyen karakterűek, és a közös hang nagyon hamar megszületett. Én úgy gondolom, hogy ez a fő cél, ami miatt a csapat sikeres tud lenni. Egyrészt, hogy csapatként működünk, másfelől pedig az, hogy megvan az a fajta kapcsolat és bizalom az egész teamben, hogy jól tudunk együtt kommunikálni, és ezáltal egy nyitott könyv az egész. Húzzunk most egy olyat, amit nagyon ritkán húz az ember. Szonyával kezdjük. Ha arra lennék kíváncsi, hogy százalékosan mekkora jelentősége van az edző munkájának abban a sikerben, amit ti elértek itt folyamatosan, akkor mekkora százalékot dobnál ebbe a kalapba? 50%-et szeretnék. Boró? Én is e körül gondolom, ilyen 45-50%, de természetesen a mi munkánk sem elhanyagolható, mert ez mindkettőnkön múlik. Samu? Hát én is egy ilyen 55-50%-ot adnék rá. Soma? Én ezt gondolom 50-55%, mivel főleg az első években nagyon sokat függ, hogy mit tanulunk meg az edzőktől, és ezt sokat köszönhetünk a Déninek, és szerintem ez sokat számít a versenyzésünkben. Nagyon szép és nagyon diplomatikus volt a válasz. Ugye mindenki nagyjából 50% környékére jósolta az edző munkáját abban a sikerben, amit külön-külön elértek. Az edző hogyan látja? És most neked is mondanod kell egy számot, mondj valamit. Csak nehogy azt mondd, hogy 50. Nem, én magam részéről kevesebbet mondok, tehát én sokkal többet érzek a gyerekek felé. Tehát én úgy gondolom, hogy maximum 40%, amit mi bele tudunk tenni. Nyilván nekünk az a célunk, hogy minden lehetőséget megteremtsünk, és minél több információt adjunk számukra, illetve miután ők vannak a hajóban, és rengeteg változó történik nagyon gyorsan körülöttük, emiatt ugye minden döntést ők hoznak meg. Tehát nekünk az a célunk, hogy a lelki nyugalom mellett és a hajó nyugalma mellett megteremtsük azt az információhátteret, amiből ők tudnak dolgozni. Az ő tehetségük az kimagasló a magyar mezőnyben, tehát te edzőként azt érzed, hogy belőlük ki lehet hozni azt, amit egyébként most viszont látunk az eredménylistákon, vagy vannak itt még nagyon sokan, akik hasonlóra lehetnének képesek, de valami hiányzik belőlük? Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ifjúsági sportolóban megvan a tehetség, és én azt is látom, hogy a mostani munka nagyon jó irányba halad az ifjúsági sport vitorlázásban. A tehetségük az eredmények is mutatják, tehát nem hiába vannak szerintem az eredmények, mert hihetetlen energiát tesznek bele, de legyen az optimistes vagy 29-es minden hajosztályban látni ilyen tehetséges, lelkes versenyzőket. A szorgalom az, amit ki kell emelni, hogy hinni kell magukban, és igen, a munkát el kell végezniük. Én, amikor először találkoztam Fehér Borókával és Fehér Szonyával, akkor megkérdeztem, nem tudtam, tehát abszolút
jogos volt a kérdés, hogy a két fehér lány az testvér, vagy nem? Tehát most a nézők felé akkor én gyorsan mondom helyettetek, hogy nem testvérekről van szó. Két csodálatos, tehetséges hölgyről, aki csodálatos eredményeket hoz, még egyszer mondom, Magyarországnak, nem csak önmaguknak, hanem nekünk, a magyar vitorlásportnak is. Az előbb megkérdeztem a srácoktól, hogy ők hol tartanak most februárban, 2023. februárjában, mire készülnek a közeljövőben. Természetesen tőletek is kérdezem ugyanezt. Hol tartotok most, és mikor lesz a következő olyan csúcs a munkátokban, a vitorlázásotokban, ahol nagyon oda kell majd tenni magatokat? A programunk a fiúkkal az hasonló, abszolút, és együtt mozgunk velük, de szintén nekünk is a világbajnokság lesz a csúcs időszaka a szezonnak, és az a következő célunk. Boró megadta a kérdésre a válaszonjától, viszont azt kérdezem, ha már együtt mozogtok folyamatosan a srácokkal, akkor ti olyan mélyen értelmezve is jó cimborák vagytok, vagy hát ők csinálják, amit akarnak, ti megcsináljátok a sajátotokat? Szerintem jó cimborák vagyunk, és jó csapat az egész, ahogy összeállt idén, meg tavaly is, ahogy sikerült, és reméljük ez így is marad. Nektek a klubon, az edzéseken kívül van privát kapcsolatotok is a többiekkel? Tehát összejöttök egy-egy születésnapra valakinek a dácsájában, vagy azért idáig nem fajul a dolog? Igen, szoktunk találkozni privátban, és a klubon kívül programokat csinálunk. Fehér Boróka és Fehér Szonya volt tehát a nyilatkozó, és lépünk egyet tovább, a PÖV Sport Egyesület fővenyesen járunk ebben a pillanatban. Itt van velünk Litkei Árpád, a korábbi szövetségi kapitánya, Magyar Vitorlás Szövetség szövetségi kapitánya, aki a PÖV Sport Egyesülettel nekem néha úgy tűnik, hogy történelmet ír. Teljesen új, sajátos módszerekkel lendíti be a vitorlázókat, és hozza fel őket arra a szintre, amire méltán büszkék lehetünk, olyannyira, hogy Litkei Sámson, aki itt szintén egy magas széket kapott, a NAKRA 15-ös világbajnokságon egy harmadik helyet hozott Franciaországból ide Magyarországra. Azt gondolom, hogy ebben a korban valami hihetetlenül tehetségesnek kell lenni, és ehhez is természetesen kell a jó edző és a jó társ. Sámson, mielőtt téged kérdeznélek, menjünk egy picit vissza az edzőre, hiszen a másik oldalon is az edzővel kezdtük. Árpi, te gyakorlatilag felépítettél egy új, olyan, hát most azt mondom, hogy bevezető módszert a vitorlázásba. Egészen máshonnan fogod meg a gyerekeket, mint általában a többi egyesület. Ez mennyiben igazolta vissza az elmúlt mondjuk 5-6 év? Hát végül is az eredmény az teljesen visszaigazolta. Tehát nem is azért csináljuk, hogy eredmény, nem az eredmény centrikussága lényege az egésznek, hanem az, hogy minél több gyerek, minél jobban, közösen vitorlázva szeresse meg az egész vitorlázást. És hogyha valaki esetleg olyan közülük, aki szeretne a versenysport felé elmenni, és az olimpiai bajnoki cél a címa, az ő álma, akkor lehetősége legyen arra is. Tehát, hogy nálunk nagyon sok fajta hajóval, nagyon sok gyerek, nagyon sokat vitorlázik. Tehát nincs specializáció, hogy ezzel a hajóosztálya vagy azzal a hajóosztállyal foglalkozunk, hanem mindenkinek lehetősége van választani, hogy milyen hajóval szeretné éppen aznap kimenni, és akár délelőtt, délután is változtathat ezen, hogy mivel és kivel vitorlázik. Ez fontos abból, hogy az alkalmazkodó képességet nagyon fejleszti, és a különböző eszközök, mi az eszközzel tanítunk igazából először. Tehát, hogy az eszköz tanítja a gyerekeket vitorlázni, és sokkal egyszerűbb is, meg sokkal jobban benne marad a gyerekbe az, hogyha nem beszélek róla, hanem ő csinálja, és azáltal tanulja meg. Jelen esetben a fiadról, Litkei Sámsonról beszélünk, és az ő világbajnoki harmadik helyéről. Sámsont mennyire volt nehéz vagy könnyű berángatni a vitorlázásba, hiszen ő gondolom reggeltől estig azt látja, hogy apu, anyu edzőként dolgozik, egy nagy csapatot mozgat, egy nagy tömeget mozgat a víz felé. Ebben gondolhatnám azt is, hogy néha úgy van a gyerek, hogy hagyjatok már engem békén, már megint vitorlázunk, én lehet, hogy moziba vagy cirkuszba szeretnék menni a többiekkel, de lehet, hogy azt mondja, hogy nekem ez az életem, hiszen apunak és anyunak is ez.
De nem volt kötelező neki soha. Annyi, hogy mind a ketten motorosba ülünk, mint szülők, és eleinte mind a két, Trisztán is, meg Sámson is velünk ült a motorosba, és nem is akartak beülni a hajókba. Azt hiszem, hogy 17 ősszel ültek együtt be egy katamaránba először közösen, és addig nem nagyon vitorláztak egyedül. Az, hogy szeret-e vitorlázni, vagy nem, ez van egy ilyen... Tehát most a világbajnokságról hazajöttünk, most pont augusztusban, ahol harmadikak lettek. Vasárnap még futam volt, vagy nem, hétfőn még futam volt. Este elindultunk haza, reggel 8-ra értünk haza. Kedden délután edzés volt Fővenyesen. És mondtam, hogy nyugodtan maradjanak otthon, és nem. Tehát Sámson jött és vitorlázott másnap is, és nem nakrába, hanem ment a többiekkel szórakozni a vízre. Tehát végülis ez egy játszótér neki. Tehát én azt láttam, még a versenyzés sem annyira, tehát nem a versenyzés az a lényeg, hogy abban a nakrában töltse el az idejét, hanem azt a 150-160 napot, amit vizen tölt átlagosan, pontosan nem tudom mennyi, de minimum ennyit vizen van, abból olyan 35-40 nap az, ami a nakrával történik. A többi az mindig más, minden más fajta hajóval. Akkor most nézzük világbajnoki bronzérmesünket, Lipkei Sámsont, az ő kezében a mikrofon. Sámson, emlékszel arra, amikor először megjelent benned egy ilyen happy hurrá hangulat, hogy ez a vitorlázás, ez rohadt jó, vagy annyira része az életednek a szüleiden keresztül, a testvéreiden keresztül a vitorlázás, hogy nincs is ilyen pillanat, neked minden ilyen? Hát igazából igen, én szeretek vitorlázni, meg hát apukámtól örököltem a vitorlázást, és így ugye része az életemnek. Neked teher az, vagy megfordult már a fejedbe, hogy a rohadt életbe, hogyha nem teljesítek jól, vagy nem az jön ki a végén, amit mondjuk úgy apa is elképzelt, vagy anya azt mondta, hogy a te helyed az nagyjából ott van, hogyha ez nem jön ki belőled, akkor téged ez feszít, hogy a rohadt életbe miért nem sikerült? Nem annyira. Azt mondják, hogy te ilyen kicsit ilyen csodabogár vagy a pöffön belül is. Te vagy az, aki mindenhol ott vagy, mindenkinek segítesz állandóan. Még kint a dokban is, ugye fönt ott a füves részen, ott is állandóan valamelyik hajó tetején segítesz valakinek, és alig várod azt, hogy vízre kerülj. Neked hol komfortosabb? Kint a vízen a hajóban, a parton, vagy otthon a tévé előtt? Hát inkább a vízen. Kint a vízen. A taktikai részt, azt gondolom, hogy az edző, ugye a szülők mondták el, tanították meg neked. Ez ösztönösen beépült, tehát amit nem mondtak, te azt is úgy kihúztad a kis ujjadból, vagy nagyon sok múlt azon, hogy te most itt tartasz, abban az értelemben, hogy mit tettek hozzád a szüleid? Hát igazából nem volt nehéz megtanulnom, úgyhogy igen, könnyű volt. Látod a többieket is, ugye most beszélgettünk itt a kereked vitorlástúl versenyzőivel, te a pöfben vagy. Te látod nagyjából, hogy náluk hogyan, miként alakul az edzésmunka, vagy ki a francot érdekel, neked az a fontos, hogy nálunk a pöfben hogy megy? Hát igen, nálunk egy fontosabb, hogy mi történik, hogy csináljuk az edzéseket, barővereket, meg a hajókezelést. Mikor kiutaztatok a világbajnokságra, akkor te sejtetted, hogy akár a dobogón is végezhetsz, vagy úgy voltatok vele, hogy ha az első 10-be bent vagyok, az már jó, nekünk ez most ebben a stádiumban elég, aztán majd később jöhetnek nagyobb eredmények is, vagy tudtad, hogy te dobogó esélyesként érkezel, Egervári Marcellel voltatok, ő most nincs itt, de vele együtt futottatok ezen a VB-n. Hogy indultatok neki? Mi volt az elvárás? Hát igazából nincsenek elvárások, csak hogy teljesítünk. Meg igen, és hogy teljesítünk. Az első futamoknál már érezted, hogy húha, hát ebből akár nagy dolog is kijöhet? Hát úgy valamennyire igen. Igen. Akkor most abban segíts nekem, hogyha van egy sikeres páros, ugye mondom akkor még egyszer, Litkei Sámson és Egervári Marcell, akkor elhozzuk ezt a világbajnoki bronzérmet, és utána azzal jövünk haza, hogy külön válnak útjaink. Keresünk egy másik mancsaftot, itt van most mellettünk Balogh Levente, ő ül ugye a mellettem lévő székben.
és vele folytatom tovább. Ennek praktikus okai voltak, kényszerű okai voltak, vagy egyáltalán miért következett be? Hát nem tudom, csak nem tudom. Hát valaki csak eldöntötte ezt, akkor ezek szerint nem te döntöttél. Nem. Tegyük föl, hogy a párod, tehát a hajóban versenyző párod, vagy tegyük föl, hogy az edző az édesapa, vagy a másik edző az édesanya. Tehát honnan jött? Hát, igazából nem tudom. Kérdezzük meg akkor az edzőt. Ez egy összetett kérdés. Tehát sok minden változott, sok minden igény kialakult, és így döntöttünk közösen, hogy mind a két félnek jobb az, hogyha... Van ilyen, tehát én most... Tehát azért mondom, hogy nem lehet kimondani azt, hogy csak azért, nagyon sok minden... Félre ne és nem titkokat akarok boncolgatni, de azt gondolom, hogy a sikerhez vezető út azért néha rögös, tehát döntéseket kell hozni, ezeket a döntéseket meghozhatja maga a vitorlázó is, mert azt mondja, hogy nem tudok ennyi időt belerakni, nem tudok ennyi energiát belerakni, vagy egyszerűen úgy érzem, hogy nem illünk össze, itt ugye csak olyan párossal beszéltünk, akik el se tudják engedni a másik kezét, hiszen a siker kulcsa az ebben a két kézben van, vagy négyben egészen pontosan. Itt most váltás történt, és akkor nézzük Balogh Leventét, adjunk felé is egy mikrofont. Levente, te bekerültél ide Litkei Sámson mellé, egy olyan vitorlázó mellé a hajóban, aki már egy világbajnoki harmadik helyet hozott. Ez számodra egy nagy megtisztelés, neked benned volt egyáltalán a vágy, hogy te vele vitorláz, vagy te önállóan szédelegsz, hiszen neked azért komoly eredményeid voltak, külön is, Sámson nélkül is. Hát ugye nekem az volt az egyik nagy vágyam, hogy én csatlakozhassak ehhez a versenycsapathoz, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy én a Sámsonnal kerültem össze. Benned nincs az, vagy nem fordul meg néha a fejedben, hogy te is jó kormányos vagy, tehát te is el tudsz vinni egy nakrát méghozzá nem is rosszul, akkor én miért szálljak be mancsaftolni valaki mellé? A saját példámat mondom, annak idején a Velencei tavon, amikor ilyen kisgyerekként ment a kiválasztás, hogy ki mire alkalmas, és azt mondta az edző, hogy oké, Jordán kormányos, Borbély mancsaft, hát én nekem a földig lógott az orrom, hogy én itt nem vagyok való semmi, hát azért raktak oda félre. Aztán elmagyarázták nekem, hogy van, aki képes figyelni hosszú időn keresztül arra, hogy egy hajó úgy menjen, ahogy annak mennie kell, és van, aki akár taktikailag szépen összerakosgatja és segíti ezzel is a kormányos munkáját. És akkor most adom vissza ismét a szót neked. Neked nem volt benned az, hogy én akarok a kormánynál ülni, én akarom megmutatni, hogy itt mi történik? Nekem ez egyáltalán nem volt. Én úgy gondolom, hogy az egy jó dolog, hogyha eddig kormányos voltam, és most megtapasztalom azt is, hogy milyen lesz mancsafnak lenni. Élvezed azt a munkát, amit gondolom most már hónapok óta együtt vagytok, tehát most már úgy együtt készülgettek mindenre, azokat a hétköznapokat, amit ezzel a felkészüléssel töltötök? Én nagyon élvezem, igen. A ti barátságotok, az gondolom sokkal régebbi vagy hosszabb távra tetten érhető. Igen, én a Sámsont lassan szerintem 10 éve ismerem, a kezdetek óta, és nagyon jóba vagyunk. Honnan tudtad meg, hogy te leszel az új pár a Nakra 15-ösben? Hát a egyik délután, suli után az edző fölhívta anyukámat, és utána ezt megbeszéltük, és nagyon hirtelen jött, de nagyon örültem neki. Ez egy ilyen happy hurrá hangulat volt, hogy igen, ott vagyok? Én vagyok az? Igen, igen, ilyen volt. Hát én nagyon remélem, hogy ez a happy hurrá hangulat még nagyon sokáig benned marad. Ennyi fért ebbe a fél órába, ami a nemzetközi sikereket illeti, az ifjúsági vitorlázóink nemzetközi sikereit, és természetesen úgy illik, hogy még egyszer elmondom a neveket, kikkel beszélgettünk itt. Itt volt velünk a Kereked Vitorlás Klub edzője, Dénes Gábor, mellette Kisszőgyémi Soma, Juhász András Samu, ugye ez a Soma, Samu, itt azért ezek nagyon szépen összeállnak ezek a nevek, úgy tűnik, hogy egy divatos világban élünk. A 29R Európa Kupa világbajnokságának első helyezettjei voltak ők 2022-ben. Fehér Boróka és Fehér Szonya,
akik szintén 29 R-ben világbajnoki harmadik helyet hoztak Magyarországnak. Mondhatom azt nyugodtan, hogy büszkeségeink, hiszen itt mindenki a büszkeségünk azért ül itt, ezekben a fotelokban. És itt volt velünk Litkei Árpád, a PÖF Sportegyesület vezetőedzője, és Litkei Sámson, a fia, aki Nakra 15-ben világbajnoki harmadik helyet hozott nekünk Egervári Marcellel, és most ettől az évtől, 2023-tól Balogh Leventével szántja tovább a hullámokat. Ennyi fért tehát az egyórás etapban, innen lépünk tovább természetesen 14 órakor, akkor a kékszalag kistestvére, a kékpántika lesz, és a kékpántika versenyzői lesznek a főszereplők, találkozunk olyanokkal is, akik már most is itt ültek a székben. Addig is viszontlátásra, jó szelet mindenkinek!